A szekszárdi és környékbéli zsidó áldozatokra emlékeztek a holokauszt 76. évfordulója alkalmából a zsidó temetőben, ahol márványtáblákon olvasható annak a mintegy 600 egykori lakosnak a neve, akik sosem tértek haza. A szekszárdi izraelita hitközség és Szekszárd megyei jogú város közös megemlékezésén emlékbeszédek és liturgiák hangzottak el. Módon meg lehet mindenről emlékezni. Itt a fő az emlékezetnek az a része, hogy emlékeztessünk. Tehát méltó módon a halottainkért, a mártírjainkért, minden esetben egy imával, és minden esetben egy halott imával, amit kadisnak neveznek a zsidók, azzal emlékezünk, illetőleg még, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a megemlékezéseket, ezeket nem elrettentésül szánja a zsidóság, meg a zsidósághoz kapcsolódó más olyan szervezetek, akik ebben részt vesznek, akár mondhatnám az államot, akár a városokat, városvezetéseket, hanem azért, hogy emlékeztessünk, és arra felhívjuk a figyelmet, hogy még egyszer ilyen népírtás, tömegírtás, semmilyen jogcímre, hivatkozásra ne történhessen meg. Ez se etnikai, se politikai, semmilyen vonatkozásban. A jövő generációja számára főként azt az üzenetet hordja, hogy ez megtörtént, és ne történhessen meg. Ma én úgy látom, hogy a oktatásban nagyon-nagyon kicsi a holokausztra vonatkozó oktatási rész. Tehát hozzáteszem azt, hogy a mai fiatalság jó része nagyon minimális történelmi és olyan ismerettel rendelkezik, ami valójában ott kint történt. Azzal a több százezer, 600 000 magyar állampolgárral, magyar zsidóval, akik Magyarországnak hasznos tagjai voltak, és a világon azzal a 6 millió emberrel összességében. A térségbeli zsidó áldozatokról ugye Szekszárdon volt hitközség, de nem Szekszárd volt, igazság szerint a Tolna megyében, én most ezt a térséget Tolna megyére értelmezem, Tolna megyében nem a szekszárdi zsidóság volt a meghatározó létszámú. Tolna megyében sokkal nagyobb létszámú volt a bonyhádi és a paksi zsidóság. Sokkal nagyobb létszámú, sőt, megmerem reszkírozni, hogy talán a bonyhádi volt a legnagyobb létszámú, hiszen ott két zsinagóga is volt, külön temető az ortodoxoknak, a neológoknak, és gyakorlatilag egyrészt a holokauszt, vagy ahogy a zsidók mondják, Soá hatására, eredményeképpen, ugye, mert a zsidóságot elpusztították, másrészt pedig a félelemből az elvándorlásokra gyakorlatilag Bonyhádon nem maradt zsidó ember. Tehát Bonyhádon. Pakson körülbelül ugyanez a helyzet. Szekszárdon mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy a maradékok maradéka vagyunk, és amíg van, addig lehetőségünk, tehát amíg van lehetőségünk, addig ezt a hitközséget éltetjük, és megemlékezünk a környékről, mert annak idején is a Őcsény, Decs, Fad, Tolna, a Szekszárdhoz kötődött, hiszen itt volt zsinagóga, és itt volt rabbi annak idején. A koronavírus okozta helyzet nem tette lehetővé az egykori zsinagógában a szokásos ünnepi műsor megtartását, mert erre már nem jutott idő felkészülni. De így is örömmel töltötte el a közösséget, hogy idén sem maradt el a megemlékezés.
Egy olyan különleges időszakban élünk, ahol a vírus veszély miatt ugye erősen le vannak redukálva az emberi kapcsolatok, a gyülekezések, istentiszteletek, és ezért külön öröm, hogy ez sem tudta megakadályozni, hogy meg tudtuk tartani a megemlékezést. A Bibliának is arra a mondatára, Sámuel második könyvéből, hogy még ez a veszély sem tudta a szeretteinkről való megemlékezést elszakítani, eltépni. Tehát, hogy még most is meg tudtunk emlékezni a szeretteinkről, ahogy az írásban is mondja, hogy ugye még a halál sem választhatta azokat, akik szeretik egymást. Azt gondolom, hogy egyrészt az idősebbek, akik ezt a nagyon nehéz vészkorszakot átélték, egy erőt ad, hogy tovább tudjanak élni, hogy tovább tudják csinálni, tovább tudják fölvállalni azt, amik, hogy tovább tudjanak zsidóként élni. Minden ilyen mártír megemlékezés úgy érdem, úgy értékelem, hogy az idősek számára egy megerősítő, egy identitás megerősítő, amivel ők többként tudnak hazamenni, mint ahogy ide jöttek. A fiatalabb generáció talán már nem annyira tájékozott, hogy mi történt a múltban, de egy ilyen megemlékezés az mindenképpen segíti a fiatalságot, az ifjúbb generációt abban, hogy elgondolkozzanak, gondolatot ültessünk az elmékbe, hogy mi is történt, hogy ha ők is úgy érdik, hogy utána tudnak nézni, egy gondolatot tudunk nekik adni, hogy nézzenek utána, mi történt. A zsidó vallási szokások szerint a megjelentek emlékkövek lerakásával nyilvánították ki tiszteletüket a mártírok iránt.